Point Lookout 2008-2009 környékén jelent meg, letölthető DLC formájában a Fallout 3-hoz. Amint megvásároljuk és aktiváljuk, rövidítésen érkezik egy üzenet igazából, hogy a Capital Wasteland jobb alsó sarkában, a River City-től nem messze, megérkezett egy hajó. Egy ticket vásárlásával pedig el is tudunk utazni az említett területre, a Point Lookout-ra, későbben lehet, hogy inkább PL-nek fogom mondani. Teljesen más érzést kölcsönöz ez a DLC, mint az alapjáték. Sokkal darkosabb, horrorisztikusabb, az egész atmoszféra olyan, nem tudom, olyan nyomasztó, olyan durva. Lehet, hogy a köd miatt, lehet, hogy a más színek miatt, de egyszerűen teljesen az az érzés kell itt hatalmában, hogy itt valami nem stimmel, valami gond van. Apropó a terület. Minden felfedezhető területnek megvan a maga kis hangulata, története. Természetesen van főküldetésvonal, illetőleg 5 sidequest is. Meg egyébként egy jó adag collectables, ilyen, nem tudom, mondjuk egy bokor mellett egy kés, meg ilyenek. Tehát ilyen collectables-ra kell gondolni. Spoiler nélkül beszélünk egyébként a témáról, hiszen nem ez inkább kezdcsináló akar lenni, mint sem ugye egy értékelés. Azoknak a játékosoknak szeretnék szólni, vagy azokhoz a játékosokhoz, akik szeretnének új contenthez jutni, az amúgy is csodálatos Fallout 3 világában. Nos, erre tökéletes a PL igazából. Nagyjából 6-8 óra játékidővel kecsegtet, ami egyébként a csatornában megtekinthető, tehát láthatjátok, hogy miről van szó. Rengeteg felfedezhető helyen, hangulatos sidequestekkel, ilyen mellékküldetésekkel, és egy tök merő főgonosszal egyébként, és egyébként a legvégén egy döntés is van, de ez csak úgy zárójelben. Próbálom spoiler nélkül. Ikonikus karaktereket is találunk egyébként a játékban. Továbbá elérhetővé válnak új fegyverek, páncélzatok, 3 új perk, amit majd a főküldetés és a mellékküldetésben kaptok meg, és egy jó adag új szörny, új ellenfél. Inkább szörnynek mondanám, elég rusnyák. Mint mondottam, volt a PL egy horrorisztikus DLC, különleges hangulattal, különálló atmoszférával, ugyanakkor nem szakít a Fallout 3-as posztapokaliptikus hangulattal sem, szóval igazából ez egy win-win szituáció. Összefoglalva elmondható, hogy beszippantja az embert ez az univerzum, és gyakorlatilag egy ültében végigviszi az ember. Két probléma azonban azért van a játékkal kapcsolatban. Egyrészben rövid, itt zárójában azért megjegyezném, ami jó, abból sosem elég, tehát igazából így értve a rövid, mert egyébként ez a leghosszabb DLC, ami elérhető a játékhoz. Illetőleg néhol szaggat, főleg az első területen, ahol vagyunk. Összegezve és lezárva, mindenkinek csak ajánlani tudom a Point Lookout nevezetű DLC-t, abszolút 10/10-es, történetről beszélünk, olyan kontentje van, hogy teljesen lehengerdi a játékosokat, egyszerűen magával ragadó. Láthatjátok a képsorokat, láthatjátok a mappot, láthatjátok pár ellenfelet, pár páncélt és pár fegyvert. Igazából rengeteg olyan dolog került bele a játékba, ami miatt egyszerűen még sokkal élvezhetőbb. Az ellenfelek erősek, meglehetősen nagy a kihívás, sok ellenfél van, jók a sidequestek, hangulatos, jó az időjárás, eltérő az alap Fallout 3-tól, de ugyanakkor nem szakít a témáját tekintve. Teljesen tökéletes játékról beszélünk. Én a Point Lookout-ot nagyon-nagyon élveztem, eszméletlen jó volt, viszont ez a videó csak egy kezdcsináló, arra vonatkozik, hogy kedvet csináljon, ugye, értelemszerűen, nem pedig arról, hogy leszpoilerezzem, szóval, hogyha szeretnétek olyan videót látni, amiben leginkább azt feszengetem, hogy milyen története van, mi a küldetéseknek az értelme, a főgonoszról beszélni, akkor nyomjatok egy lájkot és jelezzétek komment formájában. Én Báron Gádrosz voltam vagyok, és ezt egy csomó ideig gyártam nektek a tartalmakat. Köszönöm szépen, hogy megnéztek ezt a videót, további szép napot. Hello!